Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A parallaxis univerzum ballonkabátos podcastje Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban. Ez a Csak még egy kérdés, a Kalambo Podcast 15 kicsit rendhagyó része, a mikrofonnál gizurgergő. Nem tudjuk elégszer elmondani, nagyon hálásak vagyunk a támogatók minket, amit a patreon.com per Parallaxis oldalon meg tudtok tenni, ez nekünk nagyon sokat segít, nektek pedig premier előtti és exkluzív tartalmakhoz való hozzáférést is biztosít. Dr. Barry Mayfield képtelen elfogadni azt a tényt, hogy kollégája Dr. Edmund Heidman egy külföldi szívspecialistát hívott meg az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen abban a kutatásban, amelyben eddig ketten dolgoztak. Heidman eközben súlyos szívszélhűdést kap, és Mayfield a műtétet kihasználva akarja megölni őt. Martin nővér, aki jó viszonyt ápol Heidman professzorral, azonban gyanakodni kezd az orvosra, mely aztán a nő életébe kerül. A Kálámbó gyilkossága műtőasztalon című epizódjának kibeszélésében köszöntöm először Kubatovics Áront. Szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, bár a Magdival kellett volna kezdened. És bár az illen fordítva kívánta volna meg, tehát beszólsz, de külön szeretném köszönteni mai sztár vendégünket, Kassa Magdit. Szia Magdi! Sziasztok! Úgyhogy miért bele is vágnunk a beszélgetésbe, Magdi, egy pár szóban, te amúgy hogy viszonyulsz a Kálámbó sorozathoz? Én szeretem a Kalambó sorozatot, meg én így egészen gyerekkoromtól fogva néztem. Vannak olyan epizódok, amit, amit nagyon sokszor láttam már, meg így ránézek, és már tudom, hogy ez melyik epizód. Sőt, nekem gyerekkoromban egyébként a Kalambónak a képe ki volt rakva a szobám falán, tehát ugye azért ennyire szerettem. De akkor csapjunk is a lecsóba, mert a hallgatók egy része lehet, hogy tudja, hogy miért vagy itt, de aki nem tudja, majd hamarosan megtudja. De először is azért nézzük meg, hogy ugye ez a második évad hatodik része, ugye mondtam, hogy gyilkosság a műtőasztalon, az eredeti cím a résznek a Stitch in Crime, ami azért érdekes szójáték az angolban, mert a Stitch az azt jelenti magyarra, forrad, hogy öltés, illetve varrás, és ugye ez a, gyakorlatilag ugye a varrásban, az öltésben egyfajta bűncselekményre utal. Hát meg a Partner in Crime, ugye az pedig azt jelenti, hogy együtt vagyunk a bűnben, uh -huh. mondjuk ezt ez jelenti angolul, a partner in crime, szóval a stitching crime, hogy együtt öltünk a bűnben. Ezt a részt 1973. február 11-én vetítették az USA-ban, Magyarországon pedig nem készült hozzá első szinkron, tehát a 70-es években itthon nem sugározták, csak a második szinkron, ami most ugye az első, az pedig 1994. március 28-án jelent meg itthon a szokásos Welcome és a TV, MTV megbízásából videóvok szinkron, és akkor menjünk is rá a szereplőkre, ismertessük a szereplőket, a hangokat, illetve a, a, a színészgárdát. Dr. Barry Mayfield a gyilkosunk, aki juhász játszint szinkronizál, és az ő alakító színészt úgy hívják, hogy Leonard Nimoy, és hát én megmondom őszintén én most hátradölök, mert hogy Magdi Leonard Nimoy szakértőként funkcionális ebben az adásban, úgyhogy kérlek Magdi, én mutasd be nekünk, ha valaki nem ismerné Nimoyt, mit kell róla tudni, mert semmit nem készültünk róla szándékosan sem. Hát Leonard Nimoy nagyon sok mindennel foglalkozott. Elsősorban nyilván színész volt, de egyébként rendezőként is ismert a neve. És hát a legismertebb szerepe az a Star Trek sorozat Mr. Spockja, legalábbis ahonnan a legtöbben tudják most már, hogy ki, hogyha még a civil nevét nem is tudják, de Mr. Spockot biztos, hogy sokan ismerik. 1964-től bújt a Spocknak a bőrébe, hát élete végéig ez a szerep, hogy úgy mondjam, ráragadt. Bár egyébként voltak próbálkozásai, amikor így megpróbálta ezt így levetni, mert annyira azonosult, a szereppel, hogy hát az olyan sorozat szereplőknek a... Átka. Ez vicces egyébként, pont, hogy a Kalambó sorozatban szerepel, ugye Kalambó, meg ugye Peter Falk ugye összevont, tehát ugyanezt, hogy szegény Nimoynak ez az Spock, míg ugye Peter Falk, a Kalambó. Pont, ugye ez 73-as ez a rész, és ő... Mondjuk 73-ban még volt egyébként, mert ugye a Star Trek sorozatnak az első sorozat, az 66 69-ig sugározták, mert 64-ben volt a, mi ez a pilot epizód, amikor még csak ilyen próbaközönségnek vetítették, és azt egy kicsit átformálták, és 66-ban már egy kicsit más formában vetítették, vagy más, más felállásban, de Mr. Spock maradt egyébként a szereplőgárdában, de kapitányt lecserélték meg, szóval sok mindent változtattak a sorozaton. Egyedül a Gene Roddenberry, aki a sorozatnak az atya volt, ő nagyon ragaszkodott Spockhoz, meg, meg Leonard Nimoyhoz is. 69-ig ment a sorozat, és ez ugye 73-ban készült ez az epizód, a Kalambó epizód, és 73-ban volt egy rajzfilm sorozat, egy Star Trek rajzfilm sorozat, amiben a szereplőknek a hangját az eredeti szereplők adták. Akkor is szinkronizálta éppen Spockot a Leonard Nimoy, -a, amikor ez a Kelembo epizód készült. Érdekes módon 75-ben írta meg azt a könyvet, ami nagy botrányt kavart a rajongók körében, mert hogy az volt a könyvének a cím, hogy I am not Spock. Oh. <laughs> Ebben így megpróbálta ezt a, tehát hogy eltávolítani magától ezt a karaktert, aztán egyébként érdekes módon a 95-ben jelent meg egy, egy önéletrajzi könyve, aminek viszont az volt a címe, hogy I am Spock. Á, ah, tehát akkor mégis engedett a nyomásra. rehabilitált. Egy húsz év kellett hozzá. Igen. Yeah. Tehát ő megpróbált egyébként kilépni a sorozatból, mert a 60-as évek után, a 70 es években is akartak csinálni sorozatot, Star Trek sorozatot, akkor ő nem vállalta a szerepet, és elvileg volt egy pár próbafelvétel egy új sorozatról, amiben ő nem játszott volna, nem, nem át más a szerepét, hanem egyszerűen kiírták a sorozatból de aztán abból nem is lett semmi, abból a sorozatból, és amikor a 70-es évek végén megcsináltak az első Star Trek mozifilmet, abban már Spockként ő már visszatért. Tehát ez egy ilyen rövid időszak volt, illetve egyszer 82-ben megölték a karaktert, úgymond. Mami Spockot? Igen, meghalt a mozifilmben, majd 83-ba feltámasztották. Mert... Ez a Dallas Bobby <laughs> <laughs> effektus lehetett akkor. Igen, csak egy ilyen sci sorozatban könnyebb azért feltámasztani egy karakter. Ez igaz. Ne, ne, nem kell ilyen Pamela álmodta az egészen. Igen, tudom, 200 az részt az, és az és bocsi végig álmodtunk. Tehát <laughs> a Leonard Nimoy, már ugye mondtad te is, hogy nem tudta levetkőzni ezt a spokkot magáról egész életében, hogy és amúgy volt neki tényleg olyan más jelentős szerepe, vagy nem is volt, vagy volt, de senki nem emlékszik rá, mert hogy úgyis ő a Spock. Hát sorozatokban is szerepelt, például a Mission Impossible sorozatban is volt ilyen főszereplők között. Ugye abban az, az egy csapat, tehát úgy értem, hogy főszereplő. De az a sorozat például nem jött be Magyarországra, már a korai Mission Impossible sorozat, tehát a 80-as években is sorozat hozták be, azt hiszem, a magyar tévékbe, tehát pont az a 70-es évekbeli Mission Impossible az nem jött be. <laughs> Hogyha azt mondom, hogy három férfi és egy bébi című film, azt ő rendezte például. Igen. Hát pedig az minden, csak nem Skiffy. Igen, Tom Szelekkel, meg Steve gutenberg Igen, 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 igen. Azt ő rendezte, csak az, ezt kevesebben tudják, hogy, hogy rendezőként. Hát én ezt nem tudtam. Meg színpadi szerepei is voltak. Volt neki például egy olyan amiben Vincent Van Goghnak a bátyját játszott a Vincent és én ez volt a címe a darabnak. Volt a színpadon um, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes egyébként az így illen illik <laughs> ez az egész. Ez majd így Spock meg Sherlock Holmes között azért vannak szerintem kis párhuzamok, tehát így karakterben szerintem. Szóval azért voltak neki így más szerepei. Esélye nem volt lerúgni ezt a spokkot magáról, mondjuk ki. Nem, és igazából fejtegeti ő a könyvében is, hogy úgy van megírva, a 95-ös könyvét olvastam, a életrajzi könyvét, az I.M. spokkot, és az úgy van megírva, mint hogyha Spock és Leonard majd beszélgetnének. De, mint hogyha egy személyiségnek a két oldal lenne. Szóval olyan erős karakter volt Spok, hogy igazából, ugye mint színész, amikor így elkezdte játszani, akkor ugyan ő alakította ki a személyiségét Spocknak, de mégis Spocknak a személyisége őrá is visszahatott, és elkezdett néha civilként úgy viselkedni, mintha Spock lenne. Tehát olyan erős volt ez a karakter, hogy hogy, hogy voltak olyan, például a könyvében azt mondjuk, az vicces, van egy ilyen ilyen kis párbeszéd a feleségével, hogy a feleségének mondja, hogy menjünk el, vagy a felesége mondja neki, hogy menjünk el moziba, és ő megkérdezi, hogy mit nézzünk, és mondja a feleséget, hát nem tudom, nem tudom, mit játszanak. És akkor erre azt mondja a Leona Rimo, hogy akkor nem logikus, hogy elmenjünk moziba. <laughs> és így mondja a feleség, hogy már megint úgy beszélsz, mint Spók, <laughs> hogy, hogy egyszerűen néha átvette ezt a, ezt a karaktert, és egyébként ebben a, az epizódban is van egy olyan jelenet, nekem nagyon feltűnt, és emlékszem rá, amikor először néztem, hogy van benne olyan jelenet, ami, ami kicsit ilyen spokos. Gergő -ger kérdezett, hogy milyen más szerepei voltak még. Mindenképpen jegyezzük meg, hogy a spok karakterért, háromszor jelölték egyébként Emi Díjra, egyik alkalommal sem kapta meg, viszont volt egy olyan film, amiben szintén nagyot alakított és jelölték Emi Díjra ez a Golda Meir azt hiszem izraeli miniszterelnök volt és neki a férjét játszotta és ezért őt jelölték Emi Díjra, de azt sem kapta meg pedig általában elképesztő nagy alakítást nyújtott abban a filmben én nem sokat láttam Star Trekből, úgyhogy szégyelje magam. Talán egy filmet láttam annak idén valami, ismed, de akkor, és tényleg csak egy rövid gondot, hogy Spock amúgy egy jó karakter volt, ugye? Igen, igen, abszolút. Mert ez a fej, is, bocsáss csak azért, mert ez a fej, is, ez a Barry Mayfield karakter, ez egy olyan egy guztustalan ember, és hogy tök fura, hogy közben meg amitől ő híres lett, amitől ő gyakorlatilag ugye már nem is Leonard Nimoy, hanem egyenesen Spock, az meg egy teljesen más karakter. Igen, a Spock karakterét, hogyha mondjuk valaki nem ismeri a Star trek ugye ránéz, egy ilyen hegyesfülű, felévet szemöldökű, kicsit ilyen ördögi figura. Meg mint egy űrlény. Hát mert ő űrlény. Egy idegen lény, aki egyébként félig ember, mert az, az, az anyukája az ember, az apja meg vulkáni. Egyébként, amikor ezt a karaktert kitalálták, akkor ugye nagyon sokféle verziót kitaláltak rá, hogy milyen legyen. Például volt egy olyan verziója, hogy vörös legyen a bőre akkoriban még fekete-fehér tévék voltak Amerikában is, még a 60 években, és az Nagyon a... hülyén nézett volna ki. <laughs> Igen, az sötét lett volna, és így nem, nem igazán, úgyhogy ilyen sápadtabra csinálták a bőri. Ez ott az egyik, a másik az, amikor a vörös bőrt kitaláltak, akkor azt mondta le, hogy majd persze, és még egy patakéne, meg még egy ilyen ördögfarok, és akkor tisztára úgy néznek ki, mint egy ördög. Úgyhogy ezt elvetették. Egyébként a próbaközönség, amikor először látta őt így, akkor pont azt mondta, hogy ezt a sátani figurát ki kéne venni, mert az nem, nem jó. Gene Roddenberry, aki, aki azt az egész sorozatot írta, ő, ő azt mondta, hogy minden hajlandó változtatni, amit mondanak, de Spock figuráját ő nem veszi ki. És annyira jól tette, hiszen ugye a Star gondolunk, hogy ha, ha valaki nem ismeri a Star akkor is Spockot tudja. Tehát, hogy tudják, hogy az a hegyes fülű. Sőt, én előbb tudtam, hogy Spock, mint hogy ő a Leonard Nimoy. Tehát a Spock az úgy mindenkinek megvan. Az, hogy én teljesen analfabéta voltam ebben a témában sokáig, de a Spock az nekem is megvan már kisgyerekkorom óta. Mert amúgy emlékszem, hogy valami filmet, vagy valami ilyesmit, szerintem az is volt belőle, és szerintem videókazettel láthattam, és az maradt meg bennem, hogy az a Spock az egy rendes csávó elvileg. Maga a karakter, az hiába ilyen idegen a kinézete, meg logikusan gondolkodik, meg az érzelmeket azt próbálja elfolytani, valójában a néző tudja, hogy belül ő az érzelmeivel küzd, hogy ő egy jó szívű karakter, és emiatt még szimpatikusabb, hiszen egy tudjuk a belsejében, mi folyik, tehát hogy küzd ezzel, hogy, hogy az érzelmeit elfolytsa, de közben meg az epizódok arra épülnek, hogy kiderül, hogy mennyire szereti a kapitányát, hogy milyen önfeláldozó, hogy milyen jó szívű, tehát hogy így pont a belső küzdés miatt lesz szimpatikus, és egyébként ez is érdekes, hogy ugye William Shatner meg a kapitányt, a, aki meg egy ilyen energiabomba, aki ilyen nagyon-nagyon erősen férfias, az epizódokban mindig elcsábít valami nőt, meg ilyesmi. És érdekes módon, az elején ők rivalizáltak is egymással, mert William Setner nem értette, hogy miért spockért rajong több nő. <laughs> őt nem olyan könnyű meghódítani, William Shatner meg olyan nőcsábász. Tehát, és Bárki hogy... meg megkaphatja. Igen, igen. És valahogy hogy Spock kérte belőle, egyébként utána viszont ez még az elején volt, aztán összebarátkoztak, is, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak ugye egyébként az életben, és négy nap különbséggel születtek, Ugye felvételő fogják hallani a hallgatók az adást, de egyébként el kell mondanom, hogy ma van Leonard Nimoy születésnapja. 93 éves lenne a jelenben, 2015-ben sajnos meghalt. Viszont William mert ugye négy nap ezelőtt töltötte be a 93. életévét. Ő még köztünk van, szerencsére. Kedves hallgatók, elárulom, hogy Magdival azért sokszor érdekes felvételt csinál, mert ti ezt nem látjátok, de viszont igen, hogy ő rendszeresen, hogyha valami számára kedves filmről vagy karakterről beszélünk, akkor ő mindig kész, ugye macska Foguna is volt ilyen. De most például ő egy Spock figurával, egy ez plusz figura, azt hiszem, vagy valami baba, vagy bábú, de ez egy párna, vagy ilyen párna jellegű. Igen, ez egy ilyen, ilyen párna figura. És igen. még a Rucia is, ha jól láttam, akkor az a, az a, Star trek történet. Igen, igen, igen a Star Star van rajta. És ez Star trek bögre, ahol Leonard Nimoy mutatja ezt a klasszikus kettő-kettő újas történetet. Például az is Leonard némolytól ered, mert egyébként ez a, ez a, ez a vulkáni köszönés, ami, ami egyébként átment teljesen a Star Trek rajongóknak a köszönésévé vált. eredetileg a, a vulkániak, tehát az ő fajának a köszönése volt, de most már a Star Trek rajongók egymásnak is így köszönnek, mert mindenki tudja, hogy ez a Star trek köszönés. Ezt Leonard Nimoy találta ki, aki egyébként zsidó származású volt, és a, a, zsidó áldás az ugyanez csak két kézzel. Aha. Azt az fél áldás. Igen, igen. És ez annyira jellegzetessé vált ez a, ez a köszönés, hogy most már mindenki tudja, hogy az a Star Trek köszönés. és ez Leon Animo neki köszönhető. Egyébként egy csomó mindent így ő formált ezen a karakteren, tehát azt is, hogy ilyen békés, kitalált hozzá egy ilyet, hogy az ellenségeit azt nem leüti, meg nem kiüti, meg nem lelövi, hanem oda nyúl, és így a válluknál egy ilyen idegfogással elkábítja őket, tehát meg el tudja a, az ellenségeket így altatni ezzel az idegfogásra itt a válnál. Azt például ő találta ki, hogy, hogy békisebben intézze el a, a, az ellenségeket, ne pedig erőszakosan, mert ez nem illene ehhez a karakterhez akkor ezen vágyait ebben az epizódban kiélhette viszont, mert itt gyakorlatilag minden volt, csak nem kedves. Még beszélünk nyilván róla, tehát ugye ő dr. Barry Mayfield, a gyilkos, ugye Leonard Nimo, és őt Juhász Játszint szinkronizálja. Nekünk, illetve nekem szinkronfanoknak ez az érdekes, mert Juhász Játszint a Kalambóban rendszeresen szinkronizál gyilkos, tehát nem ez az első alkalom, és nem is az utolsó nem mellesleg szerintem jól is csinálja, de, de haladjunk szegény többi színészekre is, mert aztán végülis nem csak Leonard Nimoy volt, hanem ugye dr. Edmund Heidman, ugye ő a szívspecialista, specialista, aki tehát a tervezett áldozat, az ő hangját Kenderesi Tibor adja Magyarországon, és az ő talakító színész pedig Will hívják. Mi nem nagyon ismerhettük Magyarországon, nem tudom, hogy Áron találtál róla valamit. Én azt láttam, hogy csomó-csomó-csomó filmben játszott sorozatban, csak nekünk igazából ez nem igazán mond semmit, vagy nem jött át. Vagy most ráncáfolsz. Nem, nyilván nem jött át, tehát ő nem ismert Magyarországon pedig rendkívül izgalmas színészről beszélünk, emberről beszélünk. Ő valamikor a tízes években született, a harmincas években már dolgozott, tudom, rádióban, meg rádiójátékokban, meg ilyenekben, és rögtön nagyon fiatalon elkezdett dolgozni, hát az ilyen munkásmozgalmakban ott Amerikában, R rendszeresen szervezett sztrájkot, meg ilyesmi, járt a különféle ilyen tehát ilyen, ilyen trupp tagja is volt, amik járták a, bányászkolóniákat, a, a, bányász kolóniákat, meg ezeket, és akkor ők szórakoztatták a bányászokat, meg is segítettek benne, hogy szervezkedjenek. Olyannyira, hogy az 50-es években parkolópályára került, ugyanis nem volt hajlandó kongresszus előtt eskü alatt neve, megnevezni, hogy kik léptek be még a, a, kommunista pártba. Ugye Amerikában volt ez a mekkártista éra, amikor tűzelvassal írtották a kommunista gyanús elemeket, és a, a komplet Hollywoodra is lecsaptak annak idején. Na, ő több évtizedre parkolópályára került, úgyhogy ő például elment a színésznő feleségével, nyitottak egy botanikus kertet, ahol az összes Shakespeare műben szereplő virágot, meg növényt is termeszették, vagy szóval, hogy tartották, és a, olyan bemutatókat tartottak, hogy elszavalta a, a virághoz kapcsolódó shakespeare részleteket, miközben körbevezette a turistákat. Tehát, hogy érted? Hát nyilvánvalóan ő meg kellett élni ők, a feleséghez is színésznő volt. De aztán elkezdett kapni ismét szerepeket a 60-as évek végén a broadway -ban, vagy a Broadway-en lépett föl, meg több helyen, és Tony díjat nyert az egyik Broadway-előadásban, és utána már hívták megint filmekhez, sorozatokhoz, aztán végül már emmy is kapott. Tehát ő mondjuk megkapta a Leonard nimoy szemben, Úgyhogy ebben az időszakban, amikor idős volt, akkor már óriási név volt ismét, és, és megszűnt ez, a, ez az üldöztetése. Fun fact, a feleségével egy második ilyen, ilyen Shakespeare tropikáriumot vagy micsodát is nyitottak, aztán annyira szerették. Szóval ugye egy nagyon izgalmas ember volt, és a, az élete végéig is folyamatosan hithű baloldali emberként segítette a mindenféle munkás a sztrájk szervezés, stb. Szóval nagyon érdekes egy, egy, egy ember volt. Ezért is volt, mert ugye ebben a részben ugye Leonard Nimoy és ő volt, Vilgír volt feltűntve, ami Special Guest Star, tehát hogy ők voltak ketten. Igen. Haladjunk tovább, Sharon Martin ö, ö, nővér, ő az áldozat, aki Hideman professzornak egyfajta jó barátja is, őt Kovács Kriszta szinkronizálja, és az őt alakító színész M. Francisnek hívják. Róla már nem beszélünk annyit, mert róla már beszéltünk, hiszen találkoztunk vele. Ő az első évad hatodik részében a Rövid Szivar nevezetű vagy című részben alakította Valeri Bishopot, a titkárnőt és ott tallós Rita volt az ő hangja, bár ott nem volt olyan sok szerepe, a hallgatók bizonyára emlékeznek rá, vagy ha nem, akkor nyugodtan vissza lehet hallgatni, hogy ott Valeri Bischotnak milyen szerepe volt, de Áronnak nyílik a szája, mint az olló. Igen, annyit azért mondjunk el, hogy neki meg Golden Globe díja van, és uh, fantasztikus És akkor Áron ezt nem mondtál, vagy? biztos vagyok benne, hogy elmondtam <laughs> akkor is. Hitchcocktól kezdve csomó nagy nevű rendezővel játszott, de hát egyébként sajnos igen, az ő neve sem ismert itthon. Ő legalább annyira nem, mint még a Mársa Dalton, az Sharonnak a lakótársa, akinek a szinkronger Anna volt, és az őt alakító színész Nita Talbotnak hívják, aki számunkra nem nagyon érdekes, mert nem ismerjük, annyit tudunk róla, hogy emi jelölése volt, viszont Anita Szokol néven született. Benne a Magyar ősökkel. Elvileg magyar zsidó származású, és én megpróbáltam kideríteni, hogy miért változtatta meg a nevét, de erről senki, semmi nem ír, de elvileg Szokol Anita. Igen, én azért valószínűsítem, hogy vagy ruszin, vagy, vagy ukrán, vagy szóval, tehát valami ilyesmi származás lehet azért, mert a szokol az nem egy, nem, egy, nem egy, magyar név. De magyarnak írták egy, én több helyen is, de megnéztem, mindenhol írták, hogy magyar ős. De tudod, hogy sok olyat írnak, amikor magyarnak mondják, és közben kiderül, hogy felvidéki, félig magyar, félig ruszin, félig ilyen. Tehát, hogy na mindegy, ezt valóban nem tudjuk. Egy dolgot viszont itt meg akarok jegyezni, él még. 93 éves, és él még. Talán ő az egyetlen, aki él ebből a epizódból. Elmondtál minden szinkrohangot, de ki szinkronizálja Peter Folkot? Szabó Gyula megint zseniális volt, és méltatlanul keveset emlékezünk meg Szabó Gyuláról. Tehát lehet, hogy te nem voltál itt az első rész felvétel, de szerintem igen. Ugye úgy kezdtem, hogy Szabó Gyulát nem fogom minden alkalommal megemlíteni, mert az, amit ő hozzáad ehhez az egész karakterhez, az 150 százalék. Úgyhogy igen, köszönöm, abszolút jogos, igen. Ugye 15 rész után én most egy kicsit hiányát éreztem, ahogy néztem a filmet, mondom, mekkora zseni ez a Szabó Gyula, tehát mekkora zseni. Ami egyébként a magyar verzióban sajnos nem jön át. A kórházban a hang, aki a hangos bemondónak a hangja, ami itt egyébként érdekes módon a magyar verzióban egy férfi hang, az eredetében egy női hang. Az a női hang Major Barrett, aki egyébként Jean emberi felesége aki a Star Trek sorozatnak a megteremtője. Major Barrett nem csak, hogy játszott a Star Trek sorozatban, hanem ő a hangja a komputereknek, És nem csak a 60-as években, hanem a, illetve a 60-as években még nem ismerott még szereplő volt, hanem a későbbiekben még a, a, a Pikát Kapitányos sorozatokban is ő a kompjúterhang. Itt meg ő a hangos bemondónak a hangja, úgyhogy a Leonardi majd dolgozik, igen. Ez, ez is egy Ezek ilyen... biztosan nem véletlenek. Én még egy dolgot még megemlítenék, mert van még egy karakterünk egy drogos karakter, aki vietnámi veterán és az áldozattal egy fél évvel ezelőttig tartotta a kapcsolatot. Egykori drogosra gondolsz, Harry alexander -ra. Ő a Dallas, ma játszok. Igen, őt tudják a színészt, hogy Jared Martin, és ennek néztem után, és nyilván őt se ismerjük. Persze látjuk a Wikipédián vagy az IMD-ben, hogy a Dallas-tól kezdve egy csomó sorozatban szerepelt, klasszikus sorozat színész. Amerikából, az a eszembe, hogy elképesztően nagy nevű színészek játszanak folyamatosan a Kalambóba, akiket egyébként mi innen Közép-Európából baromira nem ismerünk, csak az, aki tényleg nagyon ismeri a 60-as, 70-es évekbeli popkultúrát, és mármint az amerikai popkultúrát és az ottani filmkultúrát, és azért valljuk be, a magyarok nagy többsége nyilvánvalóan nincs ezekben. De hogy elképesztően jó színészek, meg nagy színészek, meg majdnem ideiknek különféle jelöléseik vannak, vagy vannak is díjai, olyan, mintha csak ilyen színészek lennének Amerikában. De ez egyébként nincs így. Tehát, hogyha egy random sorozatot fölütünk a 70-es évekből, ott azért nem játszanak ekkora nevek. Ezek szerint a második évad közepére már, nagyon figyeltek arra, hogy a castingban baromi jó emberek legyenek ott hozzá kell tennem. én nem a Wikipédiáról tudtam, hogy a Dallasban játszik, nem felismertem. Tehát tényleg, ahogy néztem az epizódot, ezt a pasast én láttam, és beugrott az is, hogy a Dallasban, azt az egyet kellett megnézni, mondom, és a dalazban biztos, hogy nem beugró színész volt, hanem sok epizódban játszott, mert nem ismerném föl, és az is beugrott, hogy valakinek a szeretőjét játszott, de arra már nem emlékeztem, hogy kiét, hogy meg kellett néznem, és a Szamantának volt a szeretője. Én, én, felismertem. Tehát ő Jared Martin és Vej Robert szinkronizálta a Kalambó részben, csak hogy az legyen a teljeség igénye nélkül tényleg, tehát akkor már. No de akkor tényleg haladjunk el a, a, az epizódon, induljunk el szerintem, aztán majd még úgy is kitérünk szerintem mindenféle űrcsatába, vagy nem tudom miben, az majd a Fakti megmondja, hogy miről szól ez a dolog. De hát itt azért mégiscsak, csak a Földön vagyunk egyelőre, és ez a szerencsétlen Edmund Heidman szívspecialista szív gyerekek, komolyan mondom, tehát Szóval ez egy nagyon-nagyon okos ember, aki jól ért a szívekhez. Ezt mentővel kórházba viszik, ugye abba a kutatóintézetből ő is dolgozik, mert erős melkosi fájdalmai vannak. És közben ugye ez a dr. Barry Mayfield-el közösen vezetnek egy kutatást, ezt ugye tudjuk, hogy mérfinek nem igazán tetszik, hogy az idős Heidman professzor szeretne valakit még bevonni ebbe a kutatásba, ezért úgy gondolja, hogy egy kiváló lehetőség, hogy eltegye szerencsétlen öreget lábalól arra, hogyha este gyorsan meg is műti, szívbillentyű műtétet hajt rajta végre, mert akkor az öreg meggyógyul, elvileg, és akkor nyilván meg fogja ölni, és akkor megoldódik ez a kérdés, hogy a kutatásban jön -e a külföldi, vagy nem jön a külföldi, mert akkor ebből az egész kutatás az övé lesz. Csak a Sharon Martinnak nagyon gyanús ez az egész, nagyon gyanús maga, nagyon nehéz nem Spocknak hívni, vagy Leonard Nibonnak, tehát Barry Mayfield, a gyilkos nagyon gyanús végig, és aggódva figyel a műtétet, folyamatosan gyanakszik. És bár ugye a műtét sikeresen lezajlik, Hidman professzor ugye túléli, Sharon észrevesz valamit, azt a bizonyos sebész fonalat, amivel a seb össze lesz varva, nem egyezik azzal, amit ő bevitt a műtét előtt. Mi nem tudunk így akkor erről még semmit, csak, csak így tudunk, hogy ez nem az, amit ő bevitt, és ugye nyomozásba kezd, illetve kezdene, de Mayfield még aznap este leütét egy egy kerékkulcsa a garázsban, és a kulcsen kívül nem viszel tőle semmit. Így, így nyit egy elég hosszú felvezetés, de végül is előbb hal meg valaki, akit elvileg nem gondoltuk, hogy meg fog halni. Itt most már elkezd kibomlani a, ennek az epizódnak, hát az előnyei vagy, szóval, hogy a jó tulajdonságai egyrészt baromi jól van fotózva, tehát például az, az a rész, amikor a gyilkosunk, tehát a Leonard Nimoy, egy, egy... Nem tudjuk, szerencsétlen! Oké, oké, okay, okay, dr. Barry Mayfield, ő is egy szívspecialista, szóval, hogy a doktor megvárja éjjel ezt az ápolónőt, és a, az árnyékban várakozik, majd onnan előlép, és akkor meglátjuk az arcát, és közben a zene, ebben az epizódban jól van összevágva, jó a zene, jó a, a fotográfusi munka, szóval, hogy ez, ebben az egész jelenet sorban már megmutatkozik a, az, hogy ez az egy, egy, az egy elég jó rész lesz. Nő egyébként nagyon jól játszotta, hogy először meglepődik, hogy ott áll a Barry Mayfield, tehát nagyon jól játszik az arcával, hogy először meglepődik, és aztán látszik az arcán a felismerés, hogy őt most meg fogja ölni ez az ember. Látszik, hogy felismeri ezt a dolgot. Igen, és egy ilyen negyed óra után, ugye ezek kb. negyed órája nézzük ilyenkor, ekkor már világos se válik, hogy oké, az egy dolog, hogy mindenki tudja, hogy Leonard Nimoy független attól, hogy én olyan túl sok star nem láttam, de leesik a tantusz, hogy Basszus, ez a színész, ez egy tökéletes választás volt, tehát hideg, számító, kegyetlen, súnyi kis rókaképű csávó, tehát baromi jó az egész karakterválasztás szerintem, és nagyon jól is hozza, és egyáltalán nem gondolom itt spoknak, tehát oké, okay, persze fölismerem, de nem, nem azt látom benne, hanem tényleg látom ezt a, ezt a hideg, kegyetlen gyilkost. Miközben az a feszültség van bennünk nézőkben, hogy de hát egy orvos, aki az orvosi esküjét kéne, hogy, hogy, hogy mindig szem előtt tartsa, és ő csak az embereket gyógyítani akarja, és ehelyett fenekedik áspis anakonda kígyóként az emberek ellen. Ekkor már érződik, hogy jó lesz ez, hogy jó lesz ez, és akkor még Kalambó meg se érkezett. Ha már pont mondod, meg is érkezik pont, álmosan, csapzottan, szóval csapzottabban, mint eddig, bár most az autója, ha megnéztétek, egész jó állapotban volt, még talán a dukózása is rendben volt, ugye visszautam egy korábbi részre. Tehát megint az, hogy ha már tudtuk, hogy ugye Leonard Nimoy, mint színész mit tud hozni, hát azért Peter Falk, illetve maga Kalambó karakteresen hagyott minket cserben, mert ezzel a kávét kérek, nem reggeliztem, nem aludtam, azt se tudom, hol vagyok. Az ügyel nem is foglalkozom néha, mert előveszek a zsebemből egy fő tojást, és ott az áldozat autójának csomagtartóján megtöröm, hogy meghámozzam. A gyilkos szerszámon megtöri a tojást. Az a legdurva. Nesze neked CSI. Tehát, hogy mint egy amatőr hülye, aki megjelenik, hogy rászólnak, hogy ne szemetetbe be tehát még nem vizsgáltuk el. Tehát... figye, van ebben az, ez a kedélyes 70-es évekbeli Styles, szóval, hogy azért ez imádnivaló igazából, nem véletlenül sikeres ez a sorozat. És mindeközben ugye Mayfield betör Sharonhoz, vagyis betörésnek álcázza ezt az egészet, mert ugye nyilván arra próbálja ezt a dolgot ez nagyon valószínűleg kihegyezni, hogy itt valami rablógyilkosságos, támadásos dolog van, legalábbis eddig még úgy tűnik nekünk, hiszen bemegy, felforgatja a lakását, és akkurátosan szétpakol minden, szétdobál, bár azt nem tudom észrevettétek -e, hogy mindent dobál, de amikor a vitrint kinyitja, akkor alul van egy váza, és azt a vázát nem ledobja, mint minden más, hanem úgy helyezi le a földre, hogy véletlenül se törjön össze. Mert mindent azt hiszem, hogy dobált jobbra-balra, de a vázát az szinte lehelyezte a padlóra. Oké, okay, gyors mozdulattal, de azt nem ledobta, tehát konkrétan lehajolt és letette. Lehet, hogy rászólt a és figyelsz, ne törd össze. Lehet, hogy ez is jellemző ezt a karaktert, hogy ilyen nagyon akkurátus, és nagyon pontos és precíz. De minden más szétbarmol. Igen, bár ott is azért egy kicsit olyan immelámmal csinálja. Tehát azért nem úgy csinálja, hogy így hanem így, 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 lehúzogatja a könyveket, meg ilyesmi. Tehát, hogy úgy, én, én tehát nem, nem, igazán úgy, mint aki dulakszik. Vagy... Oké, okay, nem, 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 egy olyan agresszív állat, mint a, de, de a konyhapultot például eléggé csúnyára rámolja ki. Tehát, hogy mindegy, a vázára nagyon odafigyelt, az biztos, tehát ott meg hogy a váza nem törhet össze. <hállt> És ugye hát ezek után közben visszamegyünk Kalambójékhoz, ahol a, gyilkos, a, a rendőr megállapítja ugye a tényeket, és akkor jön ez a bizonyos gyilkos fegyver azon a kerékkulcson a tojástörés. Tehát az tényleg haláli, hogy szerencsétlen kerékulcs, még pár órája valakinek a fejé landon, ez a hülye meg egy főt tojástör meg rajta, mert jó lesz az arra is. És hát ugye az egész kórházban nincs kávé, ugye Kalambó kávé után kajtat, meg van bolondulva teljesen, ma úgyis egy részben minden baja van. Hát igen, mert a feleségének volt én. És aztán ugye meghallgatják, ugye Sharon lakótársát, ugye Mársát, vagy Marsiát, bár ugye a szinkron Mársának mondja végig, és hát ott kider előkerül egy bizonyos morfium, mert hogy mi, mi, mi megtudjuk, ugye Mayfield nem csak betört abba a házba, és kicsit rendetlenséget csinált a vázak kivételével, hanem morfiumot rejtett a csap alá, és akkor innentől fogva ugye már is megpróbálja ugye bemocskolni még jobban szerencsétlen Saront az áldozatot, hogy hát itt biztos piszkos dolgok történtek. Csak az üveggel kapcsolatban én egyébként meglepődtem, mert én azt hittem, hogy amikor a Mondja a Sharonnak, a, a, a még mielőtt ott a parkolóba történnek a dolgok, hogy az üvegeket pakolja el. Én azt hittem, hogy ott a... Sharonnak az új hagyja az üvegen, de érdekes, hogy amikor megtalálják az üveget, nincsenek rajta új lenyomatok, én azon meglepődtem. Tényleg jogos egyébként most, hogy mondod, hogy tényleg, mint hogyha, tehát simán gondoltuk volna, hogy azért csinálta ezt, és végül is tökre nem, igen. Igen, ez, ez kulcs, az ez egyik kulcs a sok közül, hogy nincsenek új lenyomatok végig, amikor találnak bármit, akkor nincs új lenyomat, és ezek a Kalambónak föltinik, mert hogy Oké, okay, adta magát a, a lehetőség, hogy hogyan tegye el lábalól, tulajdonképpen a kollégáját, a mi fő, fő gonoszunk, hogy akkor meg kell műteni, és amit mondtál, hogy bincsizett a, a szív, szívbilentyű összevarró zsineggel, tehát hogy ez így a tori. De annak álcázta az ápolónő gyilkosságát, mintha ez egy, ez egy rablógyilkosság lenne. Akkor már azt is látjuk ennél a karakternél, hogy nagyon hideg számító módon készíti elő a nem az alibit, ez rossz szó, tehát hogy, hogy a, 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 körülményeket, tehát hogy ahogy mondtad, hogy bemártja az ápolónőt, ekkor már hidegen végig gondolja, hogy ezt muszáj annak érdekében meglépni, hogy a minden gyanú az elterelődjön, és tök egyértelmű legyen a rendőrség számára, hogy itt egy, egyszerre egy, egy rablógyilkosságról van szó, szóval csak elkövetné ilyen hibát. Az egyik hiba, hogy nincs rajta úgy lenyomat, és ez feltűnő. Egy crackhead, vagy hogy mondjam, egy, egy narkós, nem fog arra figyelni, hogy ne legyen úgy lenyomat azon a vas darabon, amivel leüti a parkolóba, vagy nem fog arra figyelni a, a seron, hogy ne hagyjon új lenyomatot, miközben ő elhelyezi a, a titkos helyre a, ezt, a, ezt a drogot. és ugyanilyen hibát követel akkor, amikor először találkozik kalambó a, a doktorunkkal, aki ücsörög a, az irodájában az asztalon, ha éppen akkor hallja meg telefonon, hogy mi történt az ő kollégiájával, hogy megölték. És tényleg hitelesen el is játssza, meglepődik. Csak egy dologra nem figyel, hogy közben halál nyugodtan is precízen valamit állt az óráján, valami asztali órára, és akkor lép be Kalambó, és abban a pillanatban mi nézők tudjuk, hogy Kalambó szagot fogott. Tehát, hogy ezt pontosan lehet tudni, hogy ez az a pillanat, és innentől kezdve nem fog engedni a Kalambó, hanem pontosan tudja, hogy ez a csávó sáros, mert ilyen nincs a valóságban, hogy ennyire odafigyelve, fókuszálva csinálsz egy több más dolgot, miközben éppen azt közlik veled, hogy a kolléganődet megölték. Később még Mayfield ugye még inkább rá fog tenni egy-két lapáttal erre az egészre. Mert ö, sokszor fog furcsán viselkedni, úgymond, hiába akármennyire is hidegvérű. Olyannyira olyan hidegvérű, hogy ö, gyakorlatilag Mayfield fogadást tart a saját házában, nem akármilyen rezidencián. Tehát, hogy hát csak azzal védekezett, hogy hát már nem tudtam volna lemondani. Tehát, hogy. Né. De hát Bóda megy, és hát ha már ott van, akkor flamózik egy jót. <gysz> gyakorlatilag tele is zabálja magát. És ugye itt tájékoztatja ugye a nyomozás állására Mayfield-et és hát rögtön közlés szerint ez nem droggal kapcsolatos, mert ugye hát túl körültekintő volt a gyilkos. Tehát tényleg egy, egy, gyilko, egy, egy gyilkoló ember az nem fog arra odafigyelni, hogy Áron is mondta, meg hát Kálámból is, hogy új legyen, mert a szarikán kell, az anyag az készült, nem érdekli az, hogy most akkor mi újság van. nekem itt volt egy érdekes dolog, és nyilvánvalóan oké, okay, mivel hogy ez a Kálámból sorozat, de hogy az, az senkében nem merült fel, hogy esetleg a lakótás is lehet sárosabban a morfiumban. Tehát, hogy rögtön, rögtön ugye csak Sheryl lehet, már sem nem. Oké, okay, nyilván nem volt hozzá köze, vagy egyébként Sharonnak sem, csak úgy be belehetett volna akár egy ilyen szálát is tenni, hogy hát akár te is lehetnél, de nem ő volt, persze, ezt tudjuk. Szerintem azért nem merült fel Kalambóba, mert Kalambó pont kifigyeli azt, amikor a hazahozza a kocsival a mayfield -a... De az már utána van, hogy a, a drogerő kerül. Az már utána van? Igen, igen, igen. Pont most fog jönni, mert ugye miután ugye Kalambó elmegy, azután fölhívja Mársát Mayfield, hogy kicsit sétizzünk, és akkor kerül elő, hogy ez a Harry Alexander név, gyakorlatilag ugye Mayfield szinte sugalja Mársának, hogy valami Harry nem beszélt, valami Harryről, és akkor ugye akkor jön egy Harry Alexander neve, és szinte szinte mondja erről, tehát Mársának, hogy beszélj a Kalambónak erről, hát mondd el neki a rendőrségnek, és akkor utána viszi haza, és ott látja be Kalambó hogy kiszáll a kocsiából. Én azt hittem, hogy az, az volt korábban, és utána találják meg a morfiumot. Nem, nem, a morfium az rögtön, amikor kimenek kimennek helyszínelni. Igen, akkor, akkor találkoznak először a Mársával. A hazavitel az már azután volt, hogy már, már a Harry Alexander neve előkerül, és ez is gyanús lesz Kalambónak. Persze, persze. Ugye itt két dolog is fura, hogy Először is hirtelen előkerül ez a név, plusz mayfield beszéltem egy órája, őt is kérdezte, hogy tud-e bármi, bármi, nevet, és akkor neki bezzeg nem mondta. Neki miért nem mondta akkor? Ugye? De a másnap meg ugye rávette, hogy mondja ezt a nevet. Igen, és utána rákérdez a kámbó, hogy, hogy erre a Harryre, és így nem, nem tudja ki ez, ők hát maga mondta másának, hogy erről beszélnek. Ja, tényleg, tényleg erről beszéltünk, és akkor már nem tudja így leplezni, hogy... Mind olyan apró dolgok, hogyha csak egy-egy lenne belőle, akkor, akkor nem, de hogy így a kámbónak mindig azt mondjuk, hogy ezek a kis apróságokban, amikor már túl sok van, mint is itt elég sok van, ezek így egyre inkább felpiszkálják a fantáziáját, hogy aj, 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 Igen, az fontos dramaturgiailag, hogy ez ne... Nem, egy olyan rész, ahol tele vagyunk zsákutcákkal. Itt végig a nyomozásban, tényleg az első pillanatról kezdve tudja Kalambó, hogy őt kell elkapnia, és nincsenek üres járatok a részben sem, de a nyomozás szálaiban sem. Persze elmegy, megvizsgálja a drogos fószert, és kiderül számára, hogy igen, ő fél éve nem találkozott, tiszta, gyerekeket pesztrált, tehát hogy értsétek jól, jó útra tér, tehát hogy nem, nem, nem egy ilyen számára ez tök egyértelmű, hogy, hogy oké, okay, ezeket le kell járni, ezeket a köröket, de nem, nem ott van a, a nyomozás fókuszal. és amikor megöli, és ez a második gyilkossága lesz majd a, az orvosunknak, tehát amikor megöli ezt a, ezt a, drogos, fél éve tiszta volt vietnami veteránt, Azután sem bizonytalanodik el Kalambó, független attól, hogy... Nem tudjuk, hogy meghalt. De az, 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 az kiderül, hogy, hogy meghal. És nem ölte meg. De. Ő ugye beadta neki a, a drogot, és fontos szállat, ne felejtsd el, hogy ugye Kalambónak az nagyon gyanúsá válik, hogy Seron miért volt ideges a műtét után, ha az sikeres volt. Ugye ez az, ami felpiszkálja őt igazán, mert ugye ezt a ká... ez a talált kábítószer számára alattul nem meggyőző, hanem őt az idegesíti, hogy ha Sharon aggódott az öregére, a profér, ami tök jogos, akkor miért volt ideges, kimondottan a sikeres műtét után? És ugye ez az, ami ami igazán fel paprikázza őt, hogy itt kell dolgot csinálni, és, de, is itt jön az, amit te mondasz áron, ugye, hogy több se kell ugye méfének, mert betör Harry Alexanderhez, megvárja a saját a, a házában, elkábítja majd belövic utccal, és ott hagy mindent rákembe, hogy drogos. Tehát itt, és itt voltam az, hogy itt mondtam azt, hogy na most dögölj meg, te paraszt. Mert orvosként egy volt kábítószerest, aki tiszta akar lenni, te belősz úgy, hogy ez ez, 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 olyan szinten gusztustalan. Tehát itt ez a karakter, ez a, ez a Barry Mayfield, ez olyan szinten lement már olyan mélységekbe, ahova én már lenézni is akarok. Bizony. Nem hogy ott lenni. És utána ugye Harry felébred, és bekomálva kimegy a lakásból, és a folyosó lépcsőről a földre zuhan, tehát hogy Áron feltételezi, hogy meghalt. Erről ugye nem beszélnek, de hát tény, hogy szépen zakózott. Az összes ilyen szinopszisban mindenütt azon, hogy second murder, tehát hogy, hogy meghalt. Ez a rész ugye úgy indult, hogy elvileg az öreget akarta megölni, ehhez képest az öreg még él, viszont meghalt a Sharon, akinek meg se kellett volna halni eredetileg, nem volt terben, és akkor ezek szerint meghalt a, a, a Harry is. Igen, én a, én a rész felénél elkezdtem izgulni, tehát volt benne egy ilyen nagyon finom százpénz, nem Hitchcock értelemben, de egy ilyen, egy ilyen várakozás, ahogy nézi az ember, hogy oké, okay, mikor fog ez meghalni? Csak a hallgatóinak, hogy teljesen világos, hogy miről beszélünk, arról, hogy ugye őt megműtötte, de ekkorra már nekünk nézőknek is kiderül, hogy ja, itt arról van szó, hiszen a Kalambó is az arról van szó, hogy kétféle zsineg van, az egyik lebomlik, a másik nem bomlik le. Általában mindannyian azt ismerjük, hogy azok a jó zsinegek, amik lebomlanak, de ebben az esetben, amikor szívműtétről van szó, és a szívbillentyűt varják össze, vagy rá, vagy mit tudom, valamit csinálnak vele, pont nem az a jó zsineg, ami lebomlik, mert akkor nem fog megint működni, és gondot fog okozni. kell tartani. Hanem, hogy annak tartania, tartósnak kell lenni annak a zsinegnek, és ekkor már a kalambó ugye kinyomozza, hogy az a név, akivel találkozott volna az ápolónia, a Mac, az nem egy, nem egy, embernek a neve, hanem egy beszállítónak a rövidítése, kiderül számára, hogy, hogy, valami vegyi anyaggal van összefüggésben az, az egész sztori, hogy mitől lett ilyen ideges az ápolónő. tehát elkezdő szépen lassan összerakni, hogy valami itt nem stimmel, és ekkor mi is, mint nézők, elkezdünk azon izgulni, mert ilyen öt percekét bevágják az éppen lábadozó, főprofesszort, hogy még mindig jól van. Tehát van egy ilyen nagyon finom százpence ebben a forgatókönyvben, és szerintem ez is elég ügyes. Én már nagyon ideges voltam, mert én aggódtam, hogy ne halljon maga az öre, mert nekem nagyon szimpatikus volt a csávó. De ö, mielőtt még ugye erre megtalálta, hogy ezt a Mac rövidítést, nem, hogy ez a Márkuszant Carson-nak a rövidítése, ugye az a beszállító, előtte ugye ő olyan szinten. Ö, közli is mayfield -el, hogy ez a drogos sztori ez neki semennyire nem jön be, mert ugye hogy Harry ugye belőtte magát, csak hogy Harry balkezes, ugye ezt onnan tudja, amikor találkoztak, akkor dohányzott, és hogy mi ebben az hát hogy egy balkezes miért a bal karjába szúrja a tűt. Tehát, hogy megint ezek az apró kis kalámbós dolgok, hogy hiába akarják itt tálcán nyújtani neki, hogy itt van te hülye, hát ő, az, ő ezt nem, ő ezt, ő, ezt, ő, ezt, ő, ezt, ő ezt nem. Az egyik ilyen párbeszédüknél van, amikor Kalambón meg, meg a Mayfield beszélnek, hogy a Mayfield azt mondja Kalambónak, hogy a maga a gondolkodása nagyon logikus, maga nagyon intelligens a gondolkodása logikus. Na ez az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem megint itt van Spock. A, igen, most, hogy így mondod, és ugye mesélted, hogy a feleségének ezt mondta, igen, éreztem, hogy ez az. Én erre emlékszem, amikor először láttam ezt az epizódot, mert akkor is azért néztem, hogy jó, hát itt van a Leonard Nimoy, ő lesz a gyilkos, és amikor ezt így elmondta, akkor így mondta, na jól van. Hát ez... ez a rész fog mindjárt jönni, mert ugye a Kalambó ugye elkezdi kideríteni és ezt, a, ezt a bizonyos sebész vonalat, Tehát, hogy azért a Kalambó elemeket is soha ne hagyjuk el, mert ugye amikor ő elkezdott nyomozni a kórházon belül, amikor megtudta, hogy ez a mekez micsoda, megtudta, hogy egy vegyészsel akart, talál, akart volna találkozni másnap reggel, és kiderül, hogy az egyetlen vegyi jellegű termék, amit ettől a cégtől rendnek, az a bizonyos sebészvonal, akkor ugye segítséget kér egy orvostól, és ott éppen műtét van. Egy izelítőt akar neki mutatni, mert hogy Dr. Irving éppen csonkolást végez, és ott aztán fogy a És nagyon jó a keze, nagyon jó a keze. szerencsétlen kalambó, ahogy én is egyébként így fordul el, hogy figyelj, én ezt nem akarom, tehát hogy... <laughs> szerencsétlen mindig ilyen helyzetbe hozzák, aki amúgy is már ugye az elejétől tudjuk, hogy utálja a kórházakat, és akkor ott azt kell nézni, hogy ott valaki Amputál, hát. <laughs> Igen, de ahhoz képest, hogy rosszul van egy ilyentől, amúgy meg a gyilkos fegyverem megtöri a tojást, tehát, hogy így... És ugye itt jön az a rész, amit Magdita mondtál, hogy a Kálám ugye Mayfieldnek is előadja ezt a történetet, elmondja, hogy Sharon azért volt ideges a műtőt után, mert látta, hogy azt a bizonyos felszívódó fonalat használta Mayfield, és ekkor jön ez, amit ugye mondtál, és olyan szinten, hogy aztán el is, neve, el is kezdi kinevetni Kalambót, és itt nekem van egy nagyon jó dramaturgiai rész, meg nagyon jó fotós, jó fényképezett rész, amikor ugye a mélyfél csak nevet, csak nevet, csak nevet, és a Kalambó egyszer csak felkap egy termoszt, és úgy csap az asztalra, hogy még, még, a néző is megijed, és mind hangban, mind képben, hogy nagyon-nagyon ritka eset, hogy a Kalambó itt nagyon komolyan neki áll, hogy na áll pedig, itt most ne röhögjél, mert itt te gyilkos vagy, és én ezt rohadtul tudom, és szembesíti, hogy már pedig ez így volt. Nekem nagyon tetszett az a rész. Igen, ez nagyon izgalmas, mert hogy nem szoktunk ilyet látni, hogy nem az, van, nem hogy Kalambó felemeli a hangját, hát kiabál a feltételezett gyilkossal. Egyrészt frusztrált a Kalambó. Ezt sem szoktunk nagyon látni. Plusz ez az a jelenet, ami tulajdonképpen megmutatja nekünk, hogy azokban az esetekben, ez a 15. rész már, amikor így látjuk Kalambót nyomozni, hogy ezekben az esetekben, amikor a Kalambó nyomoz, vajon micsoda feszültség dúlhat úgy egyébként a kedélyes, viccelődő, szándékosan az untermant játszó állarca mögött. Tehát, hogy ő egyébként mennyire megveti ezeket a gyilkosokat, ő pontosan tudja, hogy ezek, ezek ember, embert vagy embereket öltek, hogy ezek gonosz emberek, de most sajnos nem tudja tűrtészetni magát, és így kifakad. Tehát, hogy ez, ez nagyon ritka, ez a 15 rész ez az első, nem tudom, hogy lesz-e még a jövőben, de hogy ez nagyon... Az -e, a nulladik rész leszámítva, de azt nem számítjuk már az Igen, 0 nulladikban rész is volt ilyen, a... igen, de mert ott még nem találták ki, hogy ez a része lesz a karakternek, vagy, Csak vagy az sem. a különbség, hogy ott, 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 fogalma nem volt róla. Igen, itt, itt, itt sokkal itt, inkább. Itt pontosan tudja, szóval, hogy... hogy itt jogos volt. Hogy, persze, hogy jogos volt, de hogy, ez, hogy ez, ez, nagyon érdekes mélységet kölcsönöz a karakternek, és ezt nem szoktuk látni, szóval ez nagyon meglepő valóban. Hát olyannyira, hogy, hogy utána közli is vele, hogy azt ajánlom, hogy vigyázzon dr. Heidmanre, mert ha me Meghalna, el kellene rendelnünk a boncolást, és akkor kiderül, hogy szándékos műhiba, vagy a szíve okozta. Tehát, hogy még szinte egy kicsit ilyen, ilyen áburkoltan fenyegeti, hogy figyelj, ez most már nem hallhat meg, mert akkor ott a nagyon nagy szarban. És lesz. ekkor egyébként tudjuk, hogy szarban is van a Leonard Nimoy, mert hogy ő onnantól kezdve nem tud mit csinálni, tehát ő is csak azt várja, hogy mikor lesz rosszul majd a, a fickó. Tehát, hogy... Az, hogy itt a, a így elég erős érzelmeket mutat, én kétfajta okát látom, az egyik a tudatos, a színészi dolog, a másik az pedig a történetbeli, majd a kettőt megmagyarázom. A színészi dolog az olyan, hogy visszacsatolva a Star trek hogy Leonard Nimoy színészi játéka eléggé visszafogott. A Spockot is így játsza egyébként, tehát fapofa. hogy így ugye nem nagyon mutat érzelmeket, igen, ez a fapofa, igen, igen. Leonard Nimoy azt mondta, hogy amikor, a, amikor 64 be elkezdték, akkor egy olyan kapitány volt mellette, nem William Shatnerre kezdték elforgatni, aki szintén visszafogott volt. Na és visszafogott kapitány mellett, ő nem tudott visszafogott Spock lenni, mert nem volt ellentételezés a két figura között. William Shatner mellett, aki kirobbant, és, 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 és mint egy, tényleg mint egy ilyen kis energiabomba, a mai napig olyan, pedig már 93 éves, de még mindig ilyen, Amellett ő nagyon jól tudta Spockot hozni, mert ott olyan szép ellentét párt tudtak hozni a képernyőn, hogy amellett nagyon-nagyon jó, kiegészítették egymást. És itt is ez történik, hogyha a színészi játékot nézzük, hogy Leonard Nimoy itt is egy ilyen visszafogott, ilyen nagyon akkurátus és nagyon hidegvérű és nagyon, tényleg, amit mondtatok, hogy ilyen kígyó, tehát aki, aki, ilyen nagyon számító és nagyon dög figuráthoz. Amellett Kállámból nem lehet visszafogott, Kanambónak muszáj egy ilyen érzelmes uh, dolgot csinálnia, tehát hogy, hogy, működjön együtt a két figura. Uh, hogyha meg azt nézzük, hogy mint, történetet nézzük, akkor meg pont az is lehet, hogy Kalambó ki akarja ugrasztani a a bokorból, amikor oda csap, mert azt figyeli, hogy mennyire reagál rá az orvos. Utána, amikor előre megyek, bocsánat, a műtőben, pont azzal buktatja le magát, hogy neki esik Kalambónak a műtőben, és így odébb teszi. Fokatlan, hogy hiszen végig, ameddig a, a, amíg beszélnek, még akkor is, mikor Kalambó hevesen kitör, és neki és rácsap ugye az asztalra, akkor sem reagál semmilyen érzelemmel. És érdekes, hogy akkor egyszer meg nekiessik a műtőben. És ez, ezzel lesz gyanús neki az a mozdulat, hogy miért fogta meg őt, és tette odébb a szegény hallgatókat, hogy vigyük, vegyük tisztába, hogy értsék, ugye, ugye miután közli vele, hogy hát ö, nem kéne meghalni az öregnek, ezért ö, ez a nagyon kedves mi, mi Mayfield barátunk, ugye belekever valami szutykot a profnak a gyógyszerébe, hogy rosszul legyen, és akkor így újra megműthesse. Hát valami a, a kidobta a szívbillentyű, nem úgy, nem, nem úgy szól a C, hogy az nem jó, és akkor újra meg kell műteni, és akkor úgy gondolta, hogy hát most, most nem ölhetem meg az öreget, ezért, bár én megvan szintén itt nagyon bevoltam be voltam, azért itt rosával, hogy én aggódtam az öregért, komolyan, hogy, és nagyon mérges lettem volna, hogy ha, ha hagyja, hogy itt valami olyan dolog történjen, Mert azt hittem össze, hogy megmérgezi az öreget, és akkor mit tudom én valami, amiatt hal meg, de nem, mert utána ugye műtőbe kerül, és akkor már tudtam, hogy nyilván itt akkor ö, gyakorlatilag ki akarja -e cserélni azt a bizonyos vonalat egy jóra, a megfelelőre, miőtt még elpatkolna az öreg. Itt már reménykedtem. És ugye itt erről szól a történet, hogy megy a műtét, Kalambó azért ott van, Mayfield érzi, hogy figyelik, de nem látja, és ugye rendben lemegy a műtét, sikeresen az öreg megint jól érzi magát, és akkor ugye Kalambó másod magával ugye beront gyakorlatilag a, a, a műtét, a teremben, nem tudom, hol csinálják ezt, hogy, hogy, mi, mi, hívják ezt a szobát. Műtő, műtőben műtő, van köszön, Igen, műtőhűtő, igen, nem tudom, este van ki Tehát, hogy a műtőbe beront, és akkor közlő senki sem erre, mert most mindent átvizsgálunk. És ekkor jön az a jelenet, amit a Magdi mondott, hogy a Mayfield itt kivételesen tényleg olyan hevesen reagál, hogy Kalambót megragadja, és szinte arrébb teszi, hogy ez már mindennek a teteje, és túlmegy mindenen. Ö, és akkor Kalambónak még ez nem tűnik föl, mert ugye ő akkor annyira lelkesen keresi, hogy hát itt lesz, a, itt lesz az a bizonyos ö, rossz vonal, amit ő kiszedett, és mindent rendben találnak, sehol nincs az a bizonyos vonal. Ráadásul volt van beépített ember is, aki végig figyelt ezt az egész ö, operációt, és mondta, hogy még egy gyanús semmi nem volt, minden tök rendben volt. Kálábó ugye fölmegy utána, mélyfrit ez is közli, hogy hát minden elismerésem az öné. Ez van, be, be, valamit benéztem. Ön nyert. És akkor itt ő meg is nyugszik. A Mayfield, hogy hát akkor ezt megúsztam, bár az öreg még él, de hát majd átmegy rajta egy kamion, vagy mit bánom én, ezt a nővérgyilkosságot rám már nem fogják varni, meg az, hogy megpróbáltam volna megölni az öreget. És csak ott a kisvártatva néhány másodperc múlva, amikor van ez a van egy kis érzelem az arcán, ugye a Leonard nimoy hogy jóval megnyugodtam, akkor ugye kalambó visszajön, és közdi, hogy eddig sikerült félrevezetnie, és nem tovább. Mert hogy? Mert hogy rájön arra, hogy azért Reagált úgy, ahogy a Mayfield, hogy így ne nekiesett, vagy meg megragadta, mert közben a kalambó zsebébe rejtette el. A kiszedett felszívódó vonalat. Mert az egyetlen hely, ahol, ahol nem keresik nyilván kalambó zsebébe, senki se fog kutorászni, amikor földújják a, a műtőt. Zse egyébként ez zseniális. Tényleg majdnem az utolsó pillanatig kalambó, úgy tűnik, hogy nem, nem fogja el, nem tudja elfogni. Sőt, majdnem, hogy föladja egyébként, el is Igen, megy. hát az, azért akkor mondta, hogy hát akkor nem fogom többet zavarni, hát ennyi, ennyi volt. Akkor nem tudom elkapni, és, és föladja. És azért ez szerintem nagyon ritka, hogy Kalambó így, nem tudok mit csinálni, mert nem tudok rábizonyítani. Megesik ez, hogy, 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 a gyilkos azért nagyon, ez mindig ez, amit szoktunk, ez a macska egér harc, ez mindig megy, de az, hogy ennyire a végén, gyakorlatilag egy perc volt még kb. hátra a részből, és az a basszus, hát ezt megszoktuk a mit tudom, 40. perc, 55 perc környékén, amikor mondjuk a betonozásnál ugye volt, vagy ilyesmi a régebbi résznél, hogy a rész közepén tényleg elveszti a fonalat. De az, hogy így itt a végénél, hogy már szinte itt már, itt már ott kéne előtt a bilincset, hogy ha, és, és ez képest meg közni, hogy hát ezt becubiztam, én nem tudom. Hadd mondjam el, hogy ezt a részt egy bizonyos Sörl Hendrix írta. Nem ismert ő sem. Ez a forgatókönyv egy ilyen kalambó részt írt, ezt holott szerintem még írhatott volna egy csomót, mert hogy elég jó, jól van ez megírva. Nincsenek benne fölösleges részek, de igazából izgalmas az egész, a sztori fonala is, haha, fonal. Szóval az is jó. Tehát egyszerűen ez az egész jó, 96 éves koráig tavaly halt meg egyébként, 96 éves koráig írt, és elég sok mindent írt, de speciál kalambót még, még nem írt többet, pedig szerintem írhatott volna. És meg kell egy emlékeznünk a rendezőről, őt High Everbeck-nek hívják, és ő sem ismert Magyarországon, ő az az ember, elég sok ilyen van, aki tulajdonképpen filmeket nem nagyon rendezett, csak egy-két tévéfilmet, meg sorozatokat, és a rengeteget rendezett. Én egy olyat fogok majd megnézni, amiben ő nagyon sok részt rendezett, a MES című 70-es évekbeli sorozatotban ő elég sokat dolgozott. Érted? a rendezés is fantasztikus szerintem, és amit még egyszer emeljünk ki, az a zeneszerző, őt viszont elég sok kalambóban láthatjuk, vagy hát jobban a hallhatjuk, Billy Goldembernek hívják, több mint 200 filmnek, sorozatnak, tévéfilmek írt zenét olyanok, mint a Duel, tehát az a Párbaj, a Kojak sorozatnak, a jázdújra szemnek, szóval elképesztő sok mindenben írt zenét, és itt is fantasztikus a score, tehát az egész film alatt, a epizód alatt folyamatosan gyönyörűen ellenpontozza a zene, a cselekményt. Amikor leesik a drogos a, a lépcsőn, és meghal, mondom én. Vagy amikor, amikor elköveti a másik gyilkosságot a, a némoly, Vagy amikor fenekedik, és belerakja a, a ezt a gyógyszert ebbe a, ebbe a kis tálkába. És, szóval, hogy egyszerűen zseniális a, a szkór ez egy elég magas minőségű epizód, én azt képzelem. Szinte talán az egyik legjobb, és a Leonard Nimoy, mint főgonosz, gonosz, egyszerűen zseni. Itt ugye van az elejétől fogva elvileg egy vélt áldozatunk, aki túléli. Cserébe viszont van egy halottunk, aki elvileg nem is volt cél. Tényleg az, akiről az egész szólt, aki miatt kvázi az egész történt, hogy a szegény öreg profő, ő hála Istennek él, és köszönöm szépen, jól van. Nagyon kompaktul meg van írva, igen. Tehát ez nagyon, nagyon ritka, kompaktul. hogy, hogy az áldozat, a, a, a kiszemelt áldozat túléli, és közben játszottak velünk, mert többször elhitették, hogy na most öli meg basszus, na most öli meg, amikor belekeverte a szutykot a, a, a vagy amikor a műtő azt majd itt csinál valami patkánságot, mit tudom én, belepisíl a szíve billentyű, mit tudom én, valami, de, de hál' Istennek nem, tehát végig vittek minket egy ilyen stresszfón, nem csak azért kellett aggódnunk, hogy, hogy elkapják ezt a szemetet, hanem, hanem hogy szegény öreg ne halljon már meg, hát az milyen már. Hagyja a kállámból, amikor tudja nagyon jó, hogy ez a cél. És itt azért hozzáteszem, hogy tényleg ez a mélyfőt karakter, ez egyik legsü, legsütyerá gusztustalan gyilkos, akik eddig dolgunk volt. Tehát én volt már egy-két olyan gyilkos, akin én kiakadtam, hogy egy pillanatig nem tudok vele szimpatizálni, de ez, tehát ez tényleg a legalja volt. Fúj! Főleg, amit a drogos gyerek, a ex-drogos, a Harry Alexander, tehát ez az mindennel szembe megy. És szerintem a Kalambó lehet, hogy ez is benne van, amit te Magni mondta, ez tök jó felvetés, ugye, ez a nimoy a nyugodt karakter, és akkor a, Peter Falknak föl kellett venni ezt az érzelmileg túlfűtöttet, de talán ez is benne volt, hogy, hogy Kálambót is idegesít, hogy ekkora patkány nem lehetsz apa. Orvosként ugye az bizonyos eskü. Igen, olyan néző is indokoltnak érzi Kálambónak a kitörését, tehát nem az, hogy fúj, hogy így karakteridegen tőle, hogy, hogy oda csap, hanem azt érzed, hogy te is oda csapnál már végre ennek a szemétnek. És, mert... és megköszönöm neki, hogy megtette. <laughs> igen, igen. Szoktunk mi itt értékelést tartani minden résznél, és ezt most Magdi, te leszel, Ádám, és ezt úgy szoktuk értékelni, hogy egytől tízes skálán értékeljük a sorozatot, és két értékelés vézünk. Egyszer értékeljük, mint magát, mint krimit, tehát csak mint krimit, úgy ámblok, és egyszer, mint kalambót, mint, mint kalambó sorozat epizódot és így szoktunk ugye pontokat adni. Neked megadjuk most rögtön a lehetőséget, hogy akkor egy 1-10-ig egy tartó skálán próbáld meg neked, mint krimi ez, ez a rész. Most nem, tehát ne, ne nézz azt, hogy kálámból nem mi maga a krimi vonal, lesz. ez 1-10-es skálán ez neked mennyi. Lehet, hogy elfogult, fogok tűnni, hogy ha azt mondom, hogy 10-es, de nekem 10-es, mert én egyébként nem, én nem vagyok egy nagy krimi rajongó. Érdekes, hogy egyébként a kálámbókat nagyon szeretem. Például az olyan típusú krimiket nem szeretem, mint a helyszínelők, meg ilyesmi, amilyen nagyon azok menni, néha gyomor forgató meg ilyesmi hanem a Kalambóban azt szeretem, igen, hogy a, a logika, vagy hogyan göngyölíti fel, meg ugye a kanábóban tudjuk általában, ki a gyilkos, tehát hogy az, azt így nem szokták így nagyon rejtegetni. Ebben még, még azon belül is nagyon tetszik, tehát hogy ez egy, meg hogyha visszagondoltok, nem is mutatják a gyilkosságokat, még az sem, amikor a seront megöli, mert csak azt mutatják, hogy meg, megrémül, és hogy lesújt ezzel Nem, a... nem nagyon szokták amúgy, nagyon ritkán szokták. Igen, tehát, hogy így, így igen, tehát hogy nincsen. Ráutaló magatartással tudod, hogy most ez meg Abszolút, mi abszolút. Tehát krimiként, 10 és akkor? Tíz, tíz. Én, én nagyon elfogultan azt mondom, hogy tíz, tíz, de egyébként nem csak azért, mert tényleg, mert Leon Animo játszik benne, bár nyilván nálam az is belejátszik a dologba, hogy ezért is emlékszem rá, hanem azért, mert, mert ez annyira izgalmas végig, hogy, hogy olyan, mint hogyha Kalambót csőbe húzna, és az utolsó percig izgulunk, hogy akkor most, most mi lesz, most akkor hogyan lesz ennek vége meg ennek is, hogy a szegény idős prof az most akkor életbe fog maradni, meg tudják menteni, vagy meghal. De nagyon nem szeretnénk, hogy meghaljon. Szerintem azt így... Szerintem sokat rontott volna, sokat rontott volna ezen a részen, ha meghal. Azt így végig az ember. Áron? 8-8. Már mindent, mindent, elmondtam már. 8-8. Csatlakozom egy egyben először, először egy kicsit zavart, először, nehez, először nehezen vettem föl a fonalat, viszont, fonalat már megint, viszont utána viszont nagyon-nagyon-nagyon rácuppantam, és, és már tényleg végigvitt ez az egész trill, hogy, hogy akkor itt most, itt most itt, ez, ez, ez jó. És tényleg jó volt egyébként a Leonard Nimoy. Tehát, és főleg azért tetszett a játéka, mert hogyha, hogy mondjátok meg, én is úgy hiszem, hogy a Spock az egy ilyen rendes csávó, hogy itt ez az ótvaros patkány. És oké, van egy arc ami, ami tudja adni, hogy gonosz, de akkor is. Ugyanazzal a színészi eszközzel tudta megoldani, hogy itt gonoszt játszik, és ilyen, ilyen számítódögöt, és a spokot szinte ugyanezekkel a színészi eszközökkel jóként játsza el. Meg hogy, hogy, ő gonoszt játszik, ez olyan ritka, hogy ez olyan, mint amikor volt egy olyan krimi, amiben Harrison Ford játszotta a gyilkost, és egyszerűen nem tudod elinni az utolsó pillanatig, hogy gonosz. <laughs> és nekem egy kicsit ilyen Nimoy is, hogy jó, jó, ott így mondjátok, hogy ilyen szemét, meg minden, de... Itt azért erő segített, hogy elhidd. Hát igen, de hogy így olyan kettős érzésem van végig benne, mert itt élvezem, hogy Leonard majd nézem, és közben meg, meg hogy ő a szemét gyilkos És egyszerre a kettőt kell értelmeznem. És itt szorongatom a, a gyilkos babámat, Magdi, hogy érezted magad velünk itt egyébként ezen a kalambóban most az itt a, itt a 15. részben? Jó. Mert hogy hát sajnos nekem van egy, hát egy kellemetlen feladatom is. A kedves hallgatók tudják, vagy nem tudják, hát most megtudják, hogy Magdi távozik a Parallaxis Univerzumból. És hát ez az utolsó adás, ahol hallhatjátok őt. Úgyhogy nekem jut ez a, egyben megtisztelő, de ugyanakkor szomorú feladat, hogy elköszönjek tőled és hát megköszönjem a, a részvételedet, a munkádat, mindent. Mondom, tehát én azért is nagyon jó volt veled, bármikor mindig hoztál magad, de most ez a Nimoy párna, tehát amikor bejelentkeztél az első dolog, mi azt a hallgatók hogy nem tudták, de mi rögtön áron elkezdtünk nevetni, hogy na Magdi megint, tehát, hogy, tehát ezek tök jó dolgok, és, és, és hiányozni fogsz a csapatból. Hát mit, 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 mondhatna ilyenkor az ember, amikor egy, amikor egy kollégája távozik a csapatból, csak az, hogy nagyon sajnálom, köszönjük, amit tettél, köszönjük az együttöltött perceket, a hozzá áldott mindent, és remélem, hogy azért még bármi történhet, hallgatóként is itt leszel akár, vagy, vagy akár később, én nem tudom, ezt nyilván te tudod. A legjobbakat kívánom neked, és tényleg mindent nagyon köszönünk, és ezt szerintem mindannyiunk nevében mondhatom. Köszönöm szépen én is, és nagyon jó volt a közös munka, most is, meg a korábbi adásokban is, is és én azért így jól éreztem magam, és hát nem, nem, ilyen miatt történik ez, hanem nagyon sok mindent csinálok, és így szinte, tehát az időegyeztetés az, ami nálam a legnehezebb részét képezi ennek a dolognak, de én nem zárom ki, hogy, hogy valamikor egyszer nem lesz olyan, amikor újra találkozunk, vagy valami, tehát, hogy így nincsen, hogy is mondjam, ilyen végleges lezárás, ha semmi. sem, meg nem, sem csak... nem, nem Nem mérges, meg nem dühös, meg nem végleges lezárás, csak most ez így alakul. Nem, nem, hát nem. minden esetre nekünk ettől még ez egy szomorú pillanat, és hát én sajnálom. Én annyit mondok, hogy szikitúra, de rá, így jutunk a csillagokba. Hát most viszont tényleg már nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk, és nem csak Magditól, hanem, hanem tőletek is kedves hallgatók, hogy a következő kérdésünket a 16. részben tesszük fel, amelyben a Mat két lépésben című epizódról beszélgetünk majd Áronnal, és akkor már ismét Ádámmal is. Kassa Magdi, Kubatovics Áron, Horvát Ádám Tamás és valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és ne felejtjétek, hogy a hibőzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.